Botka László polgármester bejelentette, hogy a szegedi önkormányzat 15 ezer forintról 20 ezer forintra növeli az általános iskolásoknak járó iskolakezdési támogatását, valamint az idősek és a rokkantellátásban részesülők juttatását. A szegedi újszülötteknek járó egyszeri támogatás pedig 25 ezer forintról 50 ezer forintra emelik. Erről kérdeztük a szegedieket. Nagyon örülök neki, és van a családban is rajtam kívül, ugye én az idősek közé tartozom, és ott van a dédunokám, az unokám, úgyhogy mindegyik, hogyha megkapja ezt a pénzt, annak nagyon örülök. Minden fillér számít mindenkinek, aki idős annak is, meg aki fiatal annak is. Jól jön. Nem mondom, hogy nagyon szegény vagyok, a nyugdíjam se olyan rossz, de olyan éppen, hogy... Nagyon örülök neki. Nekünk nyugdíjasoknak két fillér is sokat számít. Isten tartsa meg a szokását. Hát örömmel halljuk, és hát nagyon szépen köszönjük előre is. Nagyon örülök neki. Köszönjük szépen. Minden fillér számít ebbe a korban már, főleg amikor elég alacsony nyugdíja mentünk ugye nyugdíjba, vagy én legalábbis. Köszönöm szépen, meglepetés, de örülök neki. Most hallom először. 20 ezer forintra növelik az iskolakezdési támogatást, amit szeptember környékén lehet felvenni. Mit gondol, hogy a mai gazdasági helyzetben ez mekkora segítség lehet mondjuk a gyerekes családoknak? Nem tudom, manapság 20 ezer forint mire elegendő, de én azt tanultam, hogy minden pénznek örülni kell, és mindent meg kell becsülni, úgyhogy biztos, hogy nagy segítség azoknak, akiknek indulnak az iskolának, mert ez egy óriási költség, főleg a legelején tudomásom szerint. Érzékelhető, de nem mondja meg az iskola kezdés kérdését. Segítség, de ennél sokkal nagyobb számok kellenek hozzá. Szülőknek ez nagy segítség természetesen, hogy ilyen nagy összeget kapnak támogatásként, ez biztos, hogy minden családnak jó. Két fizetésből még fent tudjuk tartani magunkat, egy gyermekkel is, de például, hogyha csak a gyedet nézem, akkor én egy magamra és a gyermekemre elköltöm szinte az egészet, úgyhogy ha albérletet is fizetünk mellette, akkor nem igazán tudnánk kijönni. Szerintem mindenkinek segítség minden forint. Nekem még két hónapon van igénybe venni, és még mindig nem jutottam el odáig így a baba melletti teendőkbe, hogy ezt felvegyem, úgyhogy én nagyon örülök, mert pont most akartam megigényelni jövő héten. Nyilván minden pénz jól jön. Jobb, mint a semmi, de nyilván csepp a tengerben. Mindenféle jellegű emelésnek, ami az itthoni családokhoz szól, pozitívan állunk hozzá.